éppen az előbb mondtam a Mazsihisz elnökének, hogy ha el kellett volna mondanom, hogy mi az, ami soha az életben nem történik meg velem, akkor még csak eszembe se jutott volna, hogy ezt az esélyt felsoroljam, hogy ma este itt fogok önökkel találkozni, és a Heti Válasz, vagyis egy konzervatív lap újságírójaként moderálni fogok egy olyan vitát, ami a menekült kérdésnek az, és a hitünknek, a hitéletünknek a viszonyát, azokat a lelki küzdelmeket, gondolom vívódásokat, gondolkodásokat, amelyek mindannyiunkat jellemeznek ezekben az időkben ennek a megbeszélésére hivatott. Úgyhogy a furcsaság folytatódik, hogy én mutatom be önöknek házigazdánkat, Darvas István főrabbi urat, elnézést kérek volna Mártától, hogy nevűvére kezdtem, aki evangélikus lelkészasszony, és Bern Miklós püspökurat, katolikus püspökurat. És ha ideig jutottunk, akkor talán nem leszik zokon, hogyha én is elmondom a felekezetemet, hogy ketten ülünk római katolikusok ennél az asztalnál, mert ennek, mármint ugye az én felekezetemnek egyébként ennek nincsen különösebb jelentősége. No, először is, ha megengedik, annyiban tartanám még magamnál a szót, hogy beszéljünk meg egy terminológiát, ami az utóbbi hetekben komoly gondokat okoz Magyarországon, és arra kérném, hogy így használjuk ezt. Menekültnek azt neveznénk ebben a vitában, aki a magyar hatóságok által elismert, oltalmazott, menedékes, vagy pedig befogadott, azt hiszem ez a harmadik kategória személy, ezt neveznénk menekültnek, tehát akit a legszigorúbb, Európa legszigorúbb bevándorlási törvénye alapján a magyar hatóságok, vagy magyar bíróságok elfogadtak menedékesnek, és egyébként pedig a bevándorló, vagy ha ezt a meghonosodott csúnya szót szeretnénk használni, migráns szót használnánk, ha van kedvük ehhez, ha nincs, akkor a bevándorlót használnánk, ami egy nagyobb csoport, hogyha ez így megfelel önöknek. Köszönöm szépen, és ha lehet, akkor kezdjük talán a legelején a beszélgetésünket azzal, hogy a zsidóság hogyan gondolkodik erről a kérdésről. Vári György küldött nekem egy idézetet Mózes harmadik könyvéből, ami önöknek nyilván nem újdonság. Nekem érdekes volt erre rápillantanom, ami így szól, hogyha jövevény tartózkodik nálad a ti földeteken, ne nyomorgassátok őt, olyan legyen néktek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való bennszülött volna, és szeressed azt, mint magadat, mert jövevények voltatok Egyiptom földén. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Jó idézetet választottunk, több is volt a papíron, nekem ez tetszett a leginkább, amúgy, hogy ez illet talán a mostani helyzethez, a zsidóságnak, a bevándorláshoz fűződő viszonyát, ez meghatározza, ez leírja ez az idézet? Ez egy nagyon, nagyon jó választás, nagyon szép idézet. Az egy külön kérdés, hogy ez vajon leírja-e a zsidóságnak általában a bevándorlásról, illetve a bevándorlókról alkotott nézetét. Akkor, amikor valaki rabbiként, vagy egyszerűen csak magát vallásos zsidóként definiáló emberként a világ kérdéseiről, bevándorlásról, vagy bármi másról gondolkodik, az elsődleges feladata az, hogy megnézze a rendelkezésére álló forrásokat. Van egy nagyon gazdag 2000 éves anyag, elég sok mindent lehet ebben a 2000 éves anyagban találni, és különböző korszakokból, a Tórának, a rabinikus irodalomnak a korszakaiból végignézni azt, hogy egy adott kérdésre milyen válaszok vannak. Az én tapasztalatom az, hogy azok az előírások, amelyek megszülettek az elmúlt 2000 évben, azoknak van egy nagyon-nagyon fontos sajátossága, és ez a fontos sajátosság az, hogy egy diaszpórai kultúrának a termékei. Ennek a 2000 évnek a java részében a zsidóknak nem volt saját országa. És emiatt azzal foglalkozni, hogy mi történik vajon, hogyha tömeges bevándorlók érkeznek mondjuk egy zsidó országba, hogy akkor mi a teendő,
Ebben a 2000 évben nem nagyon volt idő, hiszen okafogyott lett volna egy ilyen vizsgálat, mert nem volt saját ország, ahol erről dönteni kellett volna. Vannak olyan előírások, amik ezzel, ennek ellenére, vagy ezzel együtt is foglalkoznak a kérdéssel, és igyekeznek a mestereink, anélkül, hogy most ilyen hosszas rabinikus okfejtéseknek a idézésébe belemenni, azt a szemléletet erültetni, hogy a rászoruló embernek nagyjából egyébként vallásától függetlenül segíteni kell. De ezek az előírások, ezek nem foglalkoznak, és nem is nagyon foglalkozhatnak azzal, hogy mi a teendő akkor, hogyha tömegben érkeznek. Egyrészt. Másrészt pedig van egy olyan sajátossága, ez nem tudom, hogy a többi felekezetnél hogy van, de a mi pályánknak van egy olyan sajátossága, hogy folyamatos határátlépésben vagyunk. A szónak abban az értelmében, hogy akkor, amikor a zsinagógáinkban beszélünk az ott megjelent embereknek, akkor olyan problémákról kell beszélnünk, ami számukra fontos és aktuális. És azt csináljuk többnyire, hogy ezeknek a fontos és aktuális problémák kapcsán kialakított világnézetünknek az alátámasztására keresünk bibliai verseket. Ez, hát azt hiszem, hogy szinte szükségszerű. De valójában nem az történik, hogy ezekből a bibliai versekből, vagy talmudi versekből automatikusan fakad egy adott helyzetnek a megoldása, hanem a mi világlátásunk, egyéni világlátásunk, az tükröződik már a vers kiválasztásában, és abban is, hogy azt hogyan interpretáljuk. Éppen ezért, mivel ebben a határátlépésben vagyunk, ezért nagyon fontos, hogy a határátlépésnek ezt a mértékét, ami nem feltétlenül egészségtelen, és ezt el is várja tőlünk minden olyan közösség, ahol igény van arra, hogy a rabbi beszéljen, hogy ezt a határátlépést mennyire terjesztjük ki. Azaz, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy legyen visszajelzés, hogy a mi egyéni világlátásunkra mennyire kíváncsi valaki. Számomra nagyon fontos, és úgy tapasztaltam, hogy azok kíváncsiak rá érdemben, akik a közösségemhez tartoznak. Egyébként, hogyha bármilyen más, akár közéleti kérdésben meg kell szólalni, akkor a határátlépésem már olyanoknak szól, akik soha egy pillanatig, egy gesztus erejéig sem igazolták vissza, hogy egyáltalán érdekli őket az, amit én mondani kívánok, egyrészt. Másrészt, és ez, hát ez törvényszerű, ezzel nekem semmiféle problémám nincs. Másrészt pedig talán elfelejtkezem arról a tényről, hogy a megszólalásom az nem az intellektusom, vagy az egyéni meggyőződésemnek szóló kíváncsiságból fakad, hanem egyszerűen azért, mert oda van írva a nevem mellé, hogy rabbi, vagy hát most már, hogy főrabbi. És hát tekintettel arra, hogy én azért lettem rabbi, mert ezekkel a versekkel foglalkozom, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a versekkel foglalkozom és azokat interpretálom, azokat azzal az alázattal tegyem, hogy lehetőség szerint olyan embereknek mondjam el közéleti kérdésekben a véleményemet, akik az én egyéni meggyőződésemre, ha nem is értenek vele egyet feltétlenül, de legalább kíváncsiak. Értem. Hasonló dilemmával a keresztény felekezetek is szembenéznek, hogy ősi könyveket, szent könyveket tekintünk alapként, amiben ugye a Krisztus hitvek a szeretet parancsát, a szeretet legfőbb parancsát például olvashatják. Ugyanakkor pedig ugyanazzal a dilemmával, amit Rabbi úr említett, ahogy tömegesen érkeznek a bevándorlók Európába, szembesülnek a híveik a mindennapokban, és várják ehhez a magyarázatot, a teológiai magyarázatot, hiszen ezért is járunk egyebek között templomba, Isten tiszteletre, hogy ezt tudjuk. Ez mi a megfejtése erről, amikor Isten, haza, család, vagy család, nemzet, világ, vagy hogyan fel kell állítani valamilyen sorrendiséget, hogy ezt a dinámát feloldjuk, mit olvas ki a Szentírásból ezzel kapcsolatban, és ugyanezt kérdezem a püspök által is. Nem is tudom, mi legyen a megszólítás, főrabbi István. Istvánra, reflektálnék Istvánra. Köszönöm. Mégpedig a válogatásra.
Mert hogy ez ragadott meg abból a nagyon, amit mondtál, hogy a rabbi kiválaszt a érvelése alátámasztására verseket. Így jól értettem meg. És engem nagyon-nagyon foglalkoztat a válogatás, hogy milyen elvek alapján válogatunk egy szövegből, ami nagyon sokrétű. És azt tudjuk megfigyelni, hogy nagyon sokan egy-egy közéleti vagy ilyen forró témánál előveszik a Szentírást, és abból válogatnak. Pro, kontra. És mindenki igyekszik maga mögé behúzni a legfőbb tekintélyt, amit elismer, és mondjuk az Isten szavával alátámasztani a saját gondolatmenetét, és szerintem ez nagyon sok esetben volt így. Én evangélikus vagyok, a reformáció évében vagyunk, és szeretnék visszautalni arra az ominózus legendára, amikor a császár előtt megállt a szerzetes, és azt mondta, hogy nem vonom vissza a tanaimat, amíg valaki a Szentírásból észérvekkel meg nem győz erről. És hát az életével játszott, elindított egy mozgalmat ezzel, és a lelkiismeret szabadságára felhívta a figyelmet. És hát nekem ez nagyon-nagyon fontos. Ennek a teológusnak a hagyományában élek én is, és a Szentírásról, erről a válogatásról, vagy a válogatásnak a szabályáról is mond ő valamit. És azt mondja, hogy keressétek azt a Szentírásból, ami Krisztusra mutat. Mert azt mondja, hogy ő a kulcs, amivel megnyílik a szöveg. És számomra ez az, ami iránymutató. De azért azt is el kell mondani, hogy ő ezt nagyon-nagyon komolyan vette, és ez neki eligazított mindent, és egyfajta hierarchiába rendezte a szövegeket, mert hogy mindenki válogat egyébként, tehát nem csak mi, a másik oldal is, tehát mindenki válogat, de nem mindegy, hogy mi alapján válogatunk. És úgy néz ki azért, hogy még ez is korrekcióra szorul, mert hogy a reformáció emlékévében, főleg egy ilyen helyen azt is el kell mondani, hogy például ő sem volt védett, vagy immunis, például az antiszemitizmus mérgével szemben. Tehát egy olyan ember, aki azt mondja, hogy a Krisztus legyen a kulcsa a Szentírásnak, és azt keressétek, ami az ő üzenetét erősíti, még ő is egyszerűen nem volt szeme, vagy vakfoltja volt, erre a hagyományra. Úgyhogy emellé a kifejezés mellé az asztalra azt, hogy hivatás, mert hogy úgy gondolom, hogy ez is a reformációnak egy ajándéka a mi kultúránknak. És Luther nem csak a papi hivatást nevezte el hivatásnak, hanem azt mondta, hogy amikor a szolgálólány felsepri az udvart, akkor Isten tiszteletet végez. És ez nekem nagyon-nagyon fontossá vált szintén. És ez segít ki engem akkor, amikor például egy ilyen ijesztő szóval találkozom, hogy tömeg. És azt gondolom, hogy vannak szakemberek, akik az okosságukkal megteremtették annak a kultúráját, hogy hogyan lehet tömeget kezelni. Akár egy tömegrendezvénynél is iszonyú veszélyes lehet a tömeg. Tehát a saját kultúránkban, a saját barátaink is, a kedvenc zenekarunk koncertjén, tehát a nagyon-nagyon-nagyon barátaink is lehetnek iszonyú veszélyesek, hogyha egy tömeg elszabadul. De vannak olyan emberek, akik biztosítják a rendezvényt, és kezelik a tömeget, és azt gondolom, hogy vannak erre szakmák, ezen az európai kontinensen is. Egyébként úgy hívják őket, hogy szociális munkások.
és menekültügyi szociális munkások, és vannak eszközeik arra, hogy hogyan kell tömeget kezelni, vannak szabályaik arra, hogy hogyan lehet menedékkéremeket elbírálni, és azt gondolom, hogy meg kell bízni a szakmai autonómiában, hogy ezt ők helyesen meg fogják tenni. És akkor nagyon nagy baj van, hogyha ilyen rendkívül szigorú terminológia alapján menekültnek, a magyar hatóságok által menekültnek nyilvánított menekültek, hivatalosan menekültek, től is elkezdünk félni. Méghozzá ugye az Őrcsényi eset, az ezt mutatja, 6 személyt akartak egy hétvégén, azt hiszem, vagy hogyan ott elszállásolni. Ez tömeg? Nem tömeg. És akkor meg kell kérdeznünk, hogy aki nagyon-nagyon fél már, az hogyan jutott ide? És ha mi elkezdünk tömegben félni, akkor mi mire vagyunk képesek? Mi a félelemmel teli tömeg? Úgy terveztem, hogy egyetlen egy mondatot a Szentírásból szeretnék én is mondani. Ez kicsit kapcsolódik az elhangzottakhoz. Jobb könyvéből van ez a mondat. Úgy hangzik, Vásserja Gortia Voli, mert minden, amitől félve féltem, az elért engem, és amitől rettegtem, eljött rám. Megengedik most Pakatya, hogy egy kicsit tovább vigyük a kérdést. Ugye, ha jól érzem, akkor egy konfliktus adódik abból a szerepből, hogy egyszerre vagyunk egyének, egyszerre vagyunk hívő emberek, egyszerre vagyunk egy vallási rendszernek a részei, meg egy nagyobb közösségnek a részei. És lehet, hogy a kettő között időnként konfliktus van, mert lehet, hogy azt képviselem én mondjuk, vagy bárki, hogy ettől a tömegtől, mint ország, másképp kell viselkedni, és azt kell mondani, hogy igen, a hatóságok álljanak oda. Egyénként viszont egy másik egyénnel állok szemben, aki viszont az a szenvedő, segítséget kérő személy. Van erre feloldás, van ez ennek a dilemmának a szentkönyvekben van megoldása, vagy nem is létezik? Bár nem akartam rögtön válaszolni, de akkor mindjárt mondom, hogy a Máté Evangéliumban, 25. fejezetben van az a félreérthetetlen jézusi tanítás az utolsó ítélettel kapcsolatban, hogy éheztem, és ennem adtatok. Vándor voltam, és befogadtatok. Vagyis a számunkra a másik emberben, és ez egy nagyon magas mérce, hívő emberként a Krisztust kellene meglátnunk. És ebben oldódik fel a számomra ez a dilemma. Hogyha én a másik embernek a szemében nézek, és most elvonatkoztatok arra, hogy most 6-an jönnek, vagy 60-an, vagy 6000-en, de aki velem szemben áll, annak merjek a szemébe nézni, és próbáljunk fölismerni benne a Krisztus arcát. Tehát sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és azon izgulok, hogy amit nagyon el akarok mondani, hogy ezt el ne felejtsem. Úgyhogy én azzal akartam kezdeni, hogy rövidesen karácsonyra készülünk. És hallottam egyszer Erdélyben egy nagyon kedves karácsonyi éneket. Most már egy párszor eljátszottam ezzel az ötlettel, most azért a hallgatóságot megkímélem attól, hogy megtanuljuk most rögtön ezt a karácsonyi éneket, de a szövege számomra egy megdöbbentő és nagyon aktuális. Ó, ha tudtam volna, hogy te vagy Mária, aranyból és ezüstből is szállást adtam volna. Ez egy gyönyörű erdélyi karácsonyi ének. Ugye hát a betlehemi történethez kapcsolódik a szálláskeresés. Hát számomra ennél aktuálisabb szentírási fogózó nekem nincsen. Na most, hát engedessék meg, hogy ilyen egészen személyesen mondjam, hogy
alaposan belekeveredtem ebbe a témába az elmúlt napokban. Egyik barátom mondja, hogy hát most már azért jó lenne, ha leállítanád magadat, mert a csapból is a Bér Miklós folyik. Hát, megpróbálom. De itt van az Öcsényi történet. És hát azt hiszem, hogy a hallgatóság nagy része tudja, hogy egy petíciót fogalmaztunk meg az elmúlt napokban a barátaimmal. Nagyon megfogta, megütötte a fülemet ez a főrabbi úrnálad, ez a gondolat, hogy a állandóan átlépjük a határokat. Tehát ebben a petícióban ezt próbáltuk megfogalmazni, hogy hát vannak olyan határok, amiket nem szabad átlépni. És az az emberség határa. Tehát miközben egyik oldalon Ferenc pápa állandóan arra biztat bennünket, hogy nyissátok már ki az ajtót, és lépjetek már ki, és lépjetek túl a saját magatok által alkotott határon. Ugyanakkor a másik oldalról belülről az ember érzi, és talán ez azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy vallási hovatartozástól függetlenül ez egy belső alapélményünk vagy érzésünk, hogy az emberiesség határát nem szabad átlépni. És ebben az egész problémakörben én, hát most már jó két éve napi téma ez mindenhol, hogy most menekültek, bevándorlók, meg lehet-e ezt állítani, el lehet-e képzelni a jövőnket enélkül. Tehát valamilyen állásfoglalásra rá vagyunk kényszerítve. Ezt nem lehet elodázni. Megint valamelyik barátom mondta a napokban, hogy józan ésszel el lehet ezt képzelni, hogy ez a bevándorlási hullám egyszer meg fog állni. Amikor az én életemben, hát mi elég öreg ember vagyok, az én életemben háromszorosára nőtt a föld lakossága. Én nagyon modern embernek tartom magamat, és mindig előveszem a okos telefonomat, és szinte naponta kontrollálom a világadatokat. A 7,5 milliárdot már régen túlszárnyaltuk. Tehát a 7 milliárd 565 milliónál tartunk most körülbelül. Tehát évente 40-50 millióval nő a föld lakossága. És közben meg évente magyarországi területtel nő a sivatag. 8-9 millió hektárral nő a sivatag. Tehát itt annyira összetett ez a problémakör, hogy józan észre ezt senki nem gondolhatja el, hogy jövőre ez már adakta lesz ez a probléma. És hát mindenki otthon marad szépen a kis országába és kutat fúr. Ha megengedik, akkor felolvasnám ennek a nyilatkozatnak az előző mondatát, a megvédjük az emberséges társadalom határait előtt itt, ami így szól. Mindannyiunk közös érdeke, hogy megvédjük hazánkat, hogy a határainkat ellenőrizzük, hogy tudjuk, kik jönnek hozzánk. Tudjuk, hogy ezzel a püspök úr egyetért, hiszen ő volt az aláírója, de egyetértenek-e önök is ezzel, hogy mindez, amiről beszélünk, az egy etikai probléma, de közben pedig ennek a tényei, vagy ez a mondat, ez az önök számára is érvényese, hogy határokat meg kell védeni, meg kell tartatni a szabályokat, és tudni kell, hogy kik érkeznek hozzá. Hát gyorsan még én reagálok erre, tehát kezdettől fogva, tehát most már két éve, amikor erről a kérdésről beszéltem, én mindig azt mondtam, hogy hát nem örülünk a kerítésnek, a rossz üzenete van ennek. Na de hát egy tömegnél a tömeget kezelni kell. És ezt én máig is azt mondom, hogy ezt a kerítést csak úgy szabad fölfogni, hogy ne az ablakon jöjjenek be, hanem jöjjenek be az ajtón.
Aki ide akar jönni és menedéket akar kérni, nézzen a szemünkbe. Tehát kezelni kell. Csak még ezt a mondatot is azért gyorsan még elmondom, már bocsássatok meg, hogy két év óta azon töprengek, hogy miért keresünk ezer indokot arra, hogy mit miért nem teszünk, ahelyett, hogy azon törnénk a fejünket már végre Európába, hogy hogyan fogjuk megoldani a menekültek integrálását, ezt a helyzetet. Köszönöm, bocsánat, hogy sokat beszéltem. Mert a magához van egy jó mikrofon. Hogy határvédelem? Igen. Szakma. Azt gondolom, hogy a beengedésnek van egy folyamata. Egyébként kerítés ellenes vagyok. Pengés kerítésektől kiráz a hideg kifejezetten. Magyarországon meglátok egy rozsdás-szöges drótot egy ilyen iskola kerítés tetején, hát kiráz a hideg. Nem szabad pengés drótkerítéseket tenni. Tehát ez katasztrofális. Voltak menekült hullámok, egyébként ez egy ilyen hullámzó dolog Európában, tehát most ezt a témát a politika nagyon felkapta. Az evangélikus egyház nem azért foglalkozik ezzel, a világegyházra gondolok, mert ez most pár éve Magyarországon ilyen top téma, hanem azért, mert amikor a Luteránus Világszövetséget alapították 1947-ben, akkor minden hatodik evangélikus menekült volt. És ezért úgy is kell tudni erről a kérdésről gondolkodni, hogy hát reméljük, hogy mi nem szorulunk arra, hogy mások ilyen pengekerítéssel fogadjanak bennünket. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan kell venni a magyarországi magas színvonalú menekültügyi szociális szakmát, és meg kell abban bízni, hogy el tudják ők dönteni, hogy ki milyen integrációs ellátásra jogosult, és aki egy picit elmerül ebben a világban, az tudja, hogy most már egyébként Bicskét is, mondjuk, tehát ezeket a kiépített, sok pénzből megépített menekült szálláshelyeket is bezárták, nagyon akadoznak az integrációs ellátások, nagyon-nagyon sok ellátást megszüntettek, tehát hogy várjuk, hogy ezek az emberek integrálódjanak a mi társadalmunkba, és ugyanúgy, mint ahogy sok más nemzetiség tagjai, meg a sarki vietnámi boltosok nálunk Józsefvárosban, meg a gyrosztosunk, meg a... Hogy adófizető állampolgárok legyenek a magyar nemzet tagjaiként, hogyha ehhez a minimális feltételeket nem adjuk meg nekik. Tehát azt mondjuk nekik, hogy illeszkedjetek be, és nem adjuk meg a szükséges feltételeket. És eddig sem volt ez egyébként ilyen nagyon bőkezű, de legalább elégséges, vagy szűkösen is, de valami. És mi most azt látjuk, hogy nekünk is van most egy kifutóban lévő menekültügyi programunk, mármint a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, és hát nagyon remélem, hogy valahonnan összekordulnak rá forrást, mert ha kifut, akkor van egy lyuk, tehát nagyon hamar egy hónap alatt el kell hagyni egy hivatalosan is elfogadott menekültnek a szálláshelyet, és aztán hol megy? Egy hónap alatt el kell hagyni, és egy nagy-nagy lyuk van a szociális ellátórendszerben. És egyébként nyilván most erről beszélünk nagyon sokat, mert ez most ilyen politikailag forró téma. De annyi minden másról is beszélhetnénk akkor, amikor a javaink igazságos elosztásáról és az igazságos társadalomról, vagy arról beszélünk, hogy ökológiai szempontból, vagy teremtésvédelmi szempontból hogyan élünk helyesen, hogy a
magyarok ilyenkor mindig ilyen végtelen megtámadott népnek tűnnek a saját felükben egyébként. De milyen jó lenne egyébként kitágítani ezeket a kereteket és azt mondani magunkról, hogy egyébként az ökológiai lábnyomunk az messze magasabb, mint ahogy egészséges lenne, inkább csökkenteni kellene a mi magunk fogyasztását, és nem tekinteni magunkra, hogy a javaikat nem tudjuk megosztani még 1200 emberrel, mert ez a kóta dolog, ez 1200 hivatalosan elismert embernek a meredék kérelmünk az elbírálásáról szólt. Tehát, hogy valaki mondta nekem ezt az arányt, hogyha ez olyan arány Magyarországra vetítve, mint hogyha a Sziget Fesztiválra beengednénk még 4 embert. Tehát nem tűnik fel senkinek. És évente ugye itt, amiről beszélünk, a bevándorlókról, legálisan jönnek, az 400 ember. Tehát átlagosan ennyi ember kap, és nem egy végleges, ugye ma már nincsen végleges, hanem 1-2 évre, 3 évre, 4 évre, talán 5-re Magyarországon tartózkodási engedély. De a kérdés még marad, hogy mi a helyzet a kerítéssel és a határvédelemmel. A zsidó hagyományban az elmúlt 2000 évben az ellenségképet, hogyha egy szóban kellett összefoglalni, akkor az a bálványimádó volt. Azt bölcseink már nagyjából 2000 évvel ezelőtt kimondták, hogy az Izraelen kívül élő népek azok nem bálványimádók, és aztán több olyan forrásunk is van, amely kimondja azt, hogy sem a muszlimok, sem a keresztények nem számítanak bálványimádónak. Ennek fényében a következőt mondja a középkornak az egyik legnagyobb bölcset, bár az lesz a kérdésére legalábbis részben. Diaszporai kultúráról van szó, ő is diaszporában élt. Kötelességünk a bálványimádók szegényeiről is gondoskodni, a békességnek az okán. Tehát hangsúlyozottan a bálványimádók, nem keresztények, nem muszlimok, bálványimádókról beszél. És utána mond egy más dolgot is, hogy ez főképpen akkor igaz, amikor nem Izraelben élünk, de ha Izraelben élünk, akkor csak és kizárólag akkor kell ezekről a bálványimádókról gondoskodnunk, hogyha elfogadják és magukra veszik Noé fiainak 7 törvényét. Mi ez a Noé fiainak 7 törvénye? Ez tényleg egy perc lesz. A bálványimádás tilalmát, az istenkáromlás tilalmát, az ölésnek a tilalmát, a lopásnak a tilalmát, a tiltott nemi kapcsolatok tilalmát, az élő állat húsából való fogyasztásnak a tilalmát, illetve annak a kötelességét, hogy bírósági rendszereket állítanak fel. Aki ezt a csomagot, ezt a 7 törvényt elfogadja, az utána, mondja a diaszporában inkább csak álmodozva, ábrándozva a majmonidészt, az jogosult arra, hogy gondoskodjunk róla. Határvédelemre ez egy válasz, tehát egyértelműen a zsidó hagyományból azt mondta, hogy a határokat védeni kell, de úgy, hogy meg kell határozni, hogy mi pontosan azok a kritériumok, amelynek alapján valakit beengedünk. És ez elsősorban az előbb kiderül, hogy ezek vallási előírások, de mégis inkább morális kritériumok. Tehát a védelemmel, természetesen határvédelemmel semmilyen problémája nem volt, és nem is lehetett a zsidó hagyománynak, de ezt beiktatták, hogy a bálványimádókról csak akkor gondoskodunk, ha elhagyják a bálványimádást. Akkor egy kicsit most megismerkedtünk az elvekkel, akkor nézzük meg a gyakorlati problémákat. Az egyik gyakorlati problémát úgy foglalhatnánk össze, hogy a menekülteknek a nagy része az már nem a bálványimádók közé sorolt ezek szerint, de muszlim konfliktusoknak a menekültjei, illetve muszlim keresztény konfliktusoknak a menekültjei legnagyobb részben talán az egész csapat. Úgyhogy ez egy nagyon sajátos helyzet, egy muszlim világ poklából érkező emberekről van szó, és az a kérdés, hogy amikor viszont
tényként látjuk, hogy Franciaországban például egy olyan kutatást olvastam, megnövekedett az ott élő zsidók elleni muszlim támadásoknak az aránya, és ezért 8000 ember kivándorolt 2015-ben, így megy fel a Izraelbe kivándorló franciaországi zsidóknak az aránya. Ugye ez egy gyakorlati probléma, ez nem egy morális kérdés, de mégiscsak fordítsuk át, hogy erről mit mond a főrabbi nekünk. Egy pontosított visszakérdeztetek, hogy Izraelben biztonságosabb élni ilyen szempontból, mint Franciaországban? Szerintem kérdezzük meg a franciaországi zsidóktól, akik úgy gondolják, hogy igen, meg gondolom nem a veszélybe akarnak menekülni, hanem mennek valami elől. Gondolom én, hogy általában a migrációnak ez a fő oka. Hogyha, ez talán kiderült, hogy igyekszem még a múlt alapján válaszolni, most is a múlt alapján fogok válaszolni, hogyha végignézzük az elmúlt 2000 év zsidó történelmét, akkor vajon egy releváns kérdése az, hogy általában muszlimok üldözték ki a zsidókat, vagy nem? És hát, hogyha erre választ akarunk adni, és őszinte választ, akkor azt kell mondjuk, hogy általában nem. Nem tűnik indokoltnak az, hogy kiragadjunk egy példát ebből a 2000 éves történelemből, és ez alapján egy veszélyességi hierarchiát állítsunk föl, hogy mi vagy ki a veszélyesebb. Ettől függetlenül, hogyha egy országban, mint Franciaországban van egy veszélyérzet, egy félelemérzet, és ez ráadásul bizonyos támadásokkal kiegészül, akkor teljesen természetes ma, hogy az egyébként nem feltétlenül minden értelemben és természetesen nem teljes biztonságot nyújtó Izrael felé mennek el, de ma azt hiszem bárhol is él egy zsidó ember a világban, hogyha azt látja, hogy veszélyben van az élete, akkor ez az alapvető válasz az Izrael felé. Tehát nem feltétlenül a józan ész vagy a logika mentén teszi ezt, hanem egyszerűen az érzelmi kötődés miatt. A kérdést folytathatom úgy is, hogy amikor látjuk az Iszlám Állam videóját, amikor keresztényeket fejeznek le a tengerparton, akkor azt gondolhatjuk, hogy nálunk egy kis muzulmán közösség van Magyarországon, egy nagyon jól integrált, talán 2000 fős csoportról beszélhetünk. Ez a kérdés, hogy kell-e nekünk egy olyan konfliktus, ami ott, ahol ők élnek, nem találnak erre megoldást. Mi a válasz erre a teológus szempontja? Az a véleményem, hogy nagyon keveset tudunk az iszlámról. Tehát csak nagyon felszínes és ellenőrizetlen információk jönnek el hozzánk. Sajnálom, hogy most nincsenek itt a muszlim barátaim, mert ők hitelesebben tudnák elmondani, hogy ugyanúgy lehet az iszlámra azt mondani, hogy egy terrorista társaság, mint ránk keresztényekre. Most ugye itt a 500 éves reformációt idéztük, hogy hát bizony, amikor mondjuk kezdve a Husz Jánostól, meg akárkiket, hát csak így szépen megégettünk. Hát akkor azért ne legyünk a nagyon büszkék magunkra. Egy pozsonyi professzornak az előadását hallottam tavaly. És ez nagyon megragadott engem. Azt mondja, hogy ő úgy nézi a nagy világvallásokat, hogy 100 évet ő egy emberi életkorral asszociál. Tehát mondjuk zsidó testvéreink, ti már ugye elég korosak vagytok. Hát mi keresztények, hát már ugye benne vagyunk a felnőtt korban, de a muszlim testvéreink még tinédzserek. Az még csak 14 év körül járnak. Ha 500 évet visszamegyünk,
És ezért mondtam azt, hogy hát bizony a vallásháborúkor a 30 éves háború. Szóval, hogy mi minden szörnyűség volt ott, akkor még nagyon vad tínédzserek voltunk, mi keresztények is. Talán egy kicsit finomultunk, de hát azért óvatosan mondom ezt is. Hogy az igaz ez a vonatkoztatás, nem tudom. De ha a muszlim barátaimmal beszélek, akkor azt mondják, hogy a Koránnak egy teljesen félreértelmezett interpretációja, hogy a dzsihád az a mások ellen való harc és gyilkolás, meg nem tudom, micsoda. Az egyik muszlim barátom mondta, hogy a dzsihádnak az eredeti Koránban használt értelme az, hogy legyél kemény önmagaddal, és harcolj azért, hogy te ember lehessél. Alok elképzelése szerint. És aztán hát ez persze, mint minden vallási rendszert, lehet manipulálni, lehet lázítani, és hát ugye ez az ISIS, hát ez egy őrület. És hát tényleg ez az egyik legnagyobb baj szerintem ebbe a menekültügyi és bevándorlási kérdésbe, hogy erről hallunk a legtöbbet, tehát rögtön általánosítunk, hogy minden muszlim terrorista. És ebből adódik aztán egy indokolatlan félelem. Nem ismerjük egymást. Tehát a jövőt én nagy bizalommal, meg optimizmussal úgy képzelem el, hogy mielőtt még kirántanánk a kardot, először üljünk le és hallgassuk meg egymást. És hát azt hiszem, hogy éppen a mi ökumenikus kapcsolatainkban egy jó példa az, hogy 500 év kellett ahhoz, hogy mi katolikusok, protestánsok leüljünk egymással, és tényleg megkérdezzük, hogy te tényleg azt hiszed, hogy én azt hiszem, hogy te azt hiszed. És most a muszlimokkal kapcsolatban is ez lenne a legelső. És hát azok a... Most ezt is azért fontosnak érzem, hogy ezt megjegyezem, hogy engem nagyon zavar az, hogy na, keresztény menekültek jöhetnek, de muszlimok nem jöhetnek. Hát nem tudom, hogy Jézus Krisztus ehhez mit szólna. Szóval már ez is egy zavar. Az az ember, aki elhagyja a hazáját, most azért, mert nincs ivóvíz, mert meg éppen háborúban meg lerombolták a házát, ezer oka lehet. Hát ő most nem a jó szándékából jön. Most azt már nem ismerem fejtegetni ezt a kérdést, hogy milyen alapon különböztetjük meg a menekültet és a gazdasági bevándorlót. Nem tudom, hogy mi fiaink, lányaink miért vannak Angliában. Ők ott milyenek. Na, de erre nem akarok kitérni. Tehát csak az izgat engem, hogy illetve azt foglalkoztat, hogy az a másik emberrel, aki most ráadásul megkapta az oltalmazotti státuszt, menekült státuszt, hogy először mit fog kérdezni tőle? Tehát azt, hogy ettél-e ma már, vagy pedig azt, hogy te muszlim vagy-e, vagy keresztény. Jó, egyelőre csak itt. Egy felmérést szeretnék önökkel ismertetni, közben azt gondolom, hogy természetesen hát kik legyenek idealisták, hanem azok, akik körül az asztal körül ülnek, és ez nagyon, nagyon merengető számomra. De azért azt hadd idézzem fel önöknek, hogy készült egy felmérés arról, hogy mikor változott meg a közvélemény. Mégpedig a médiakutató csinált egy olyan elemzést, hogy a magyar, illetve az osztrák televíziát, a média tudósításai, amikor volt egy fordulat, és ez a fordulat 2015 őszén történt meg, amikor a röszkei csata, vagy ütközet, vagy nem tudom mi csata, az a vargás ott kitört a magyar határon, és hát azt észlelték, vagy azt látták a televízióban, hogy a magyar határvédő szervekre, akik ugye a rendőrök Magyarországon,
velük kődobálásba, véres jelenetekbe bonyolódtak a mondhatjuk, hogy a bevándorlók, mert ők nem voltak, nem kaptak menekült státuszt. Tehát, hogy mindig ott van ez a dilemma, hogy rettenetesen sokan vannak, akik nem kapnak tiszta ivóvizet, akiknek az országában egy pokol van, ugye a magyarországi bevándorlóknak a kisebb hányada, aki Szíriából érkezik, egy jelentős része bangladesi, illetve afganisztáni, ahol mi érdekes módon ugye évek óta a háborúban a magyar katonai erőkkel részt veszünk. Szóval nem mindig úgy jönnek, ahogy ön mondta, hogy a szemünkbe néznek és az ajtón keresztül. Én rögtön visszakérdezek, hogy aki 2-3 éve úton van, 2-3 éve úton van, és utána azzal találkozik szembe, hogy becsukják előtte az ajtót, hát a kétségbeesés viszi őt ebbe a radikalizálódásba. Tehát erről nagyon keveset beszélünk, hogy hol radikalizálódtak ezek az emberek. Persze, hogy ott van az ISIS-nek a háttér manipulációja, ezt nem feltételezzük. Na de, aki ugye Bicskén, vagy évekig bezárva vannak. Tehát én ettől félek, hogy mi csak a végkifejletet látjuk, amikor a végső elkeseredésében hát fog egy téglát, mert nem tud már mit csinálni. Na de hát én nem hiszem, hogy ő így indul el. Csak ez a baj, hogy mi a televízióban ezt látjuk, hogy megdobálják a rendőröket, meg hát halljuk a terrorcselekményeket. Szóval tudom, hogy nagyon nehéz. Különbséget tenni ember és ember között, de hát én nem tudok mást elképzelni, mint azt, hogy először mindenkiről fel kell tételeznem a saját emberségem érdekében, hogy ő jó ember, hogy ő tényleg menedéket kér, és nem akarja iszlamizálni Európát. Lehet, hogy csalódni fogok, de ha nem ebből a nézőpontból indulok el, akkor előbb-utóbb én fogok radikalizálódni a idegenekkel való viszonyomban. És leszek egy vad elutasító, egy... Ja, nem mondok semmi többet. Nagyon jó lenne, hogyha megerősödnénk a saját értékeinkben, mert ugye vannak ilyen standardjaink, amit el is várnánk attól, aki hozzánk érkezik, hogy az ne szépen bánjon a nőkkel, ilyenek. Meg hogy mi volt Noénak a 11, hány? 7. Ó, csak 7. És hát ez nagyon nagy kérdés számomra, hogy mi egyébként hogyan bánunk a nőkkel. Mi hogyan bánunk egymással. Hogy a köztulajdonnal például. A magántulajdonnal például. Mi nekünk, hol vannak a standardjeink? És mi, mint közösség, mit követelünk meg a tagjainktól és a vezetőinktől? Hol van ennek az országnak, ügynek, vagy adott szakmáknak autonómiája és felelős vezetője és számonkérhetősége, és hol van itt megbízhatóság? És én annyira nagyon-nagyon szeretném, hogyha az értékeinkben stabilak lennénk. És ha mi nagyon tiszteletben tartjuk a közvagyont és a magántulajdont, akkor csak elbírunk már 10 millióhoz még 1200 emberrel, és megtanulják, hogy akkor ők is. Tehát nekem ez azért egy ilyen kulcskérdés, hogy mennyire becsüljük meg a saját értékeinket, és amikor sokszor beszélünk értékekről, meg értékek védelméről, keresztény értékek védelméről, mert egyébként még itt nem is keresztény értékeket mondtam, tehát hogy a keresztény standard az egyébként ennél tehát nem itt van,
Tehát mi most folyamatosan nem vallási dolgokról beszélünk, hanem ennél könnyebb dolgokra, a keresztény standard az ott lenne, hogy nem csak, hogy viseld el, meg engedd el, hanem szeresd. Hát ez mennyivel másabb. Szeresd. És ugye ne csak a fele barátaidat, hanem ellenségeidet. Mert hogyha csak azokkal cselekeztek jót, akik veletek jót tesznek, akkor mivel vagytok többek, mint a pogányok? Szeressétek ellenségeiteket. Ezt mondja azért Jézus. Meg ilyeneket, hogy ugye, amit szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek másokkal, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Tehát egy olyan hagyományhoz nyúl Jézus, amit nem ő vezet be, hanem ez egy ősi hagyomány, zsidó hagyomány. Tehát azért innen kellene elindulni, és most van lehetőség a püspök úrnak is valami szépet mondani a nőkről, a női keresztény vezetőkről. Ettől féltem. Egyébként, hogy ezt a témát azért érintsem én is, valamelyik nap a hírekben hallottam egy ilyet, hogy Olaszországban már megint ezek a gonosz migránsok nőket megerőszakoltak. Azt mondja, az Olaszországban 10-ből 4 bevándorlóra vonatkozik. Mondom, hát azért akkor itt nincs is van nagy baj. A 6 az kicsoda, aki nőket megerőszakol Olaszországban. Na most, tehát azért a hallásunk olyan nagyon olyan irányított hallás, hogy ez akármi rossz történik, ez biztos, hogy bevándorló, ez biztos, hogy migráns követi el. Na most aztán hát ez az, amit mondjuk nagyon csöndesen mondok, hogy a kölni eset után mondtam, hogy hát ha a mi drága hölgyeink, lányaink tisztességesen öltözködnének, akkor talán nem bántanak őket. Igen. Szóval azért ez is benne van. Tehát ezek a muszlimok hát hozzászoktak a burkához. Most aztán, jó, nem akarom nagyon részletezni, de szóval... És az, hogy vannak nők, ugye a bevándorlók között, hát tudjuk, hogy a legnagyobb arányban férfiak vannak, ami egy újabb problémát keletkeztet. Ha megengedi, igen. Csak egy mondat még, hogyha biztosabbak lennénk a saját értékeinkben. Az elmúlt 2000 évben ez nem jött össze. És hogy ez nem egy új keletű probléma, hanem egy 2000 éves probléma, mert hogy én egyetlen egy olyan monoteista vallását tudnék mondani, ahol a magukat az adott egyházhoz vagy valláshoz tartozók, azok a legminimálisabb mértékben is hűek lettek volna az ő egyházuk által tanított hitelekhez, túlnyomó többségben. Nem is volt soha ilyen aranykorszaka egyetlen egy egyháznak sem, és hát emiatt azt kell gondolnom, hogy de ez megint egy vallási közelítés lesz, hogy van egy olyan harc, ami nem zárult le a Szinájhegyi kinyilatkoztatás óta, csak egy kicsit bonyolultabb lett. És ez a harc, ez az egyisten hívők és a bálványimádók között zajlik mind a mai napig. Csak annyival van bonyolítva a dolog, hogy a bálványimádás az a legbonyolultabb köntösöket megtalálta az elmúlt néhány ezer évben, és adott esetben még tömegesen elmennek bálványimádók addig, hogy azt mondják, hogy egy-egy egyházhoz tartoznak, és egy értékrendet követnek, és ez csak a kijelentések szintjén igaz, a napi gyakorlatot tekintve nem. Tehát az, hogy megerősödjünk az értékeinkben, az gyakorlati szempontból is fontos, és teológiai szempontból is fontos. Van nekem egy virtuális barátom, azért virtuális, mert ő nem tudja, hogy barátok vagyunk. Noah Yuval Harari-nak hívják, és a korunk egyik szerintem legizgalmasabb szerzője. A Harari azt mondja, hogy tulajdonképpen egyetlen olyan vallás van, amelyik igazán hitelesen működött az elmúlt néhány ezer évben, és ez egy 20-21. századi konzumerizmus. Nagyon-nagyon nehéz lenne vitatkozni.
a Szentíráshoz visszakanyarodva, azért az gyönyörű egyébként, hogy osztozunk a Szent könyvekben egy részében mindenesetre, és azért ezek nagyon őszinte könyvek. Amikor ilyeneket olvasunk, hogy a Baálnak 300 profétája van, neked meg csak én maradtam egyetül, ilyeneket mond az Illés, akkor ugye el tudjuk képzelni a közállapotokat, és ha olvasuk a profétákat, hát nem tudunk nagyon mást mondani, mint hogy bizony a proféták és az Isten lelke, aki embereket hív el, és bizony arra ít bennünket, hogy mi nekünk is el kell fogadnunk azt a nehéz küldetést, hogy ki kell mondani, hogyha bűnt gyakorolnak a vezetők, vagy a nép. És azért ez kemény kenyér, valaki kalodába zárnak érte, valakit megölnek érte, de semmiképpen nem kerül privilegizált helyzetbe az a proféta, aki a királlyal szemben ilyen kemény dolgokat mond. Mielőtt eljutnánk addig a pontig, hogy újra Öcsényről kezdjünk el beszélni, szeretnék emlékeztetni mindenkit, a jelenlévőket arra, hogy itt ugye kettős folyamat zajlik. Egyrészt van egy nagyon erőteljes fejlődés a magyar határon. Én 2015. januárjának végén talán az egyik első újságíró voltam, hanem az első, aki határriportot írtam, és egészen elképedve láttam, hogy nekünk semmiféle határvédelmünk nincsen. Ott az jön be, aki akar. Én magam valami másfél órán keresztül őriztem, ami nagyon vicces, egy várandós nővel, egy zöldségkereskedővel, meg egy mezőjőrrel együtt 5-6 viselt iraki embert, mire a magyar rendőrség valahogy oda talált az erdőbe, mert még összeszedni se tudták azokat, akik hozzánk érkeztek, nemhogy megvédeni a határt. Most van egy határkerítésünk, amelyiken nem olyan könnyű átjönni, megnéztem ezt is. Tehát, hogy van egy ilyen folyamat, hogy ez egy rendezett mederbe terelődött a magyar határ őrizete, és az, hogy hogyan adják be a menekült kérelmi státuszt, nem vagyunk átjáró ház, abban az értelemben igen, hogy 400-an akarnak itt maradni, a többi mind elmegy tőlünk. De ugyanakkor van egy másik folyamat is, és ez a másik folyamat pedig az, hogy a politikai marketing felmérte, hogy itt az emberi félelmekre építve lehet a leghatásosabban talán sikereket, célt elérni. És ennek hatását látjuk, hogy ennek nincsen határa. Tehát az a határ, amit itt önök emlegetnek, ez elveszni látszik. Tehát ebben a petícióban is tulajdonképpen ezt akartuk megfogalmazni, hogy most már nagyon nagy baj van. Tehát vannak oltalmazotti státusszal rendelkező menekültjeink az országban. A hivatalos hatóságok megvizsgálták őket, megkapták a papírt. És mi van velük? Egyszer összehívott bennünket a Balogh Zoltán miniszter úr, egyházi vezetőket, és azt mondta, hogy most már rajtatok a sor, most már tényleg nyissátok ki a parókiákat, meg a otthonaitokat, ahogy ezt a Ferenc pápa az elején is már mondta, mert itt vannak ezek, akiknek megadtuk a menekült státuszt. És én ettől vagyok nagyon elszomorodva, hogy még most sem mozdulunk meg. Tehát én ettől félek nagyon, hogy átestünk a félelemnek egy olyan határán, ahol már minket már nem érdekel az se, hogy hány papírja van annak a menekültnek. Mi már mindenkit egy kalap alá veszünk, és miért jött ide, miért nem maradt otthon. És itt kellene most, én is azt hiszem, hogy eljutottunk egy olyan ponthoz, tetszik, nem tetszik, van kerítés, kellett ezt kezelni, ezt a tömeget, elfogadom.
Na de hát ez a népünk szégyene, hogy most ezeket nem fogadjuk be. És hát ez csak tényleg nagyon nagy hát szégyenkezéssel mondom, hogy ebben az egyházunk is benne van. Tehát ott állnak az üres parókiáink, mert nincs papunk, és hiába könyörgök a papjainknak, meg az egyháztanácsok képviselőinek, hogy hát jelentkezzetek már, mert kapjuk a menekültügyi hivatalból a listát, hogy kérünk számukra befogadást. Egy papom jelentkezett, hogy ő jelentkezik, két nap múlva ő is írt egy e-mailt, hogy jaj, bocsánat, püspök úr, az egyháztanácsot összehívtam, és azt mondták, hogy inkább maradjon üresen, de ide ne jöjjön senki. Tehát ez egy nagyon nagy baj. Tehát azt hiszem, hogy tényleg most már tényleg rajtunk a sor, hogy megmutassuk, hogy mi tényleg egy olyan nép vagyunk, akik a... Most nem tudom, hogy lehet ezt óvatosan mondani, hogy vendégszeretőek vagyunk, mert most megint ne botránkozom meg senki, a nyári turisztikai statisztika után mindenhol azt hallottam, hogy micsoda remek évet zártunk, vizes világbajnokság volt, meg ennyi vendég éjszaka még sose volt, hát csak addig vagyunk vendégszeretőek, ameddig fizetnek érte. Most ezt, bocsánat azért, hogy ezt kimondtam. Tehát az önbecsülésünk múlik most ezen, hogy mi tényleg vendégszeretőek vagyunk, és akkor még nem vagyunk keresztények, meg nem vagyunk még hívő zsidók. De egyébként hadd reflektáljak erre is, amit mondtál, hogy egyikünk se, egyik vallási közösségünk se dicsekedhet azzal, hogy mi már eljutottunk a hitünk szerinti méltó életre. Próbálkozunk. Tehát nincs semmi okunk arra, hogy mi a muszlimokat csak úgy lekezeljük. Most hát arról nem is beszélve, hogy az ő családi életüket látva, az ő imádságaikat látva, hát csak szégyenkezni tudunk. A kérdés tehát az a többi, köszönöm szépen, de Püspök atyának a kérdését folytatnám, hogy hol vannak az egyházak, hiszen gyönyörű, tényleg nagyon szépen elmondták az egész teológiai, ideológiai értékalapú vázát, de itt van évente 400 Magyarországra érkező és elismert menekült. Hogyan vesznek részt abban, hogy integrálni tudjuk őket? Egyrészt én most ezt nem fogom elmondani, mert hogy megkértek arra, hogy nem mondjam el, mert Magyarországon olyan közállapotok vannak, hogy én például nem fogom megmondani, hogy nálunk laknak-e vagy nem, mert ki fogják szúrni az autómnak a kerekét. Meg akár megdobálnak, vagy a házunkat, ahol nem csak menekültek laknak, hanem mások is laknak. Tehát, hogy azért eljutottunk odáig, hogy egyébként ez most már veszélyes. És elmondani is veszélyes. És ennek nagyon, nagyon nem örülök. Úgyhogy, hát nekünk van egy szuper titkos menekültügyi program. Nektek is titkos? Hát kínomban rövök egyébként, mert hogy ez fú, nagyon-nagyon borzasztó, és nem tudom, hogy tudunk-e úgy megerősödni lelkileg, hogyha bejön ez a politikai marketing, hogy egy picit, és ennek megfelelően, akkor most ez tavasztig így lesz, vagy még tovább, hát nagyon szeretném, hogyha egy picit meg tudnánk erősödni, és lenne a medencének alja, ahol most már felfelé rugaszkodnánk, és valami itten történne velünk morálisan, az mondjuk nagyon-nagyon szuper lenne, és egyébként tényleg az emberekről jó lenne embereket látni, és egy menekültekről és hivatalos, nagyon papíros menekültekről is beszélünk, akkor beszélhetünk nagyon papíros magyar emberekről is, akiket szintén be kéne fogadni. Most lesz a lakásmenet egyébként, mert hogy nagyon-nagyon sok embernek nincsen biztonságos lakhatása,
és van nagyon sok üresen álló lakás például. Tehát csak 1000 üresen álló bérlakás van csak az én kerületemben. Tehát azért nem merítettük ki még azt gondolom, hogy a lehetőségeinket, és ha erre ráéreznénk egy picit, hogy milyen nagy lelkűnek lenni, és hogy tulajdonképpen milyen módosak vagyunk, és mennyi minden állna a módunkban, és milyen jó lenne önmagunkat egy ilyen erőpozícióba helyezni, hogy milyen nagy hatalmunk van, hogy vannak ingatlanjaink, meg nekünk vannak eszközeink, meg szakmai kompetenciánk, és mennyi mindent meg tudnánk oldani, az számomra egy ilyen hihetetlenül felemelő dolog lenne. És amikor még egy befalazott bérlakást látok, hát akkor meg megszakad a szívem. Egy kilakoltatott ember, aki nullás számlával ott fog meghalni a üresen álló befalazott lakásával szemközt az utcán, mert nem bírja elviselni, hogy nem lakik senki se a saját lakásába, és ők sem lakhat, nem. Tehát ezek olyan nagy feszültségek, hogy egyéni is, tehát hogy az egyének is nagyon nehéz elhordozni, de a társadalomnak is, mert igazából nagyon sok jóval rendelkezünk, kulturális javakkal és közjavakkal is, és ezt nagyon jó lenne megfelelő módon használni. Tehát a kérdés marad, mit tesznek a hitközségek? Milyen? Annyira szuper titkos, hogy arról nem beszélhetek. És őszintén szólva remélem, hogy ez így is marad. És ez nem a vicc része. Mert akkor, hogyha egy egyház, akár a mazsihisz, akár a katolikus, akár a református, akár az evangélikus elkezd bármilyen erőfeszítést kifejteni a menekültek mellett, azt nagyon jól és nagyon helyesen teszi. Akkor, amikor ez transzparens lesz, akkor az egy politikai állásfoglalás. Egyszerűen a mi szándékainktól függetlenül úgy van tematizálva a közbeszéd, hogy nem lehet csak a dolognak a vallási, morális vetületéről beszélni, hanem onnantól kezdve, hogyha mondjuk püspök úr megszólal, akkor gyorsan kiderül róla, hogy Ferenc pápa majma, zsidónak tetszik lenni. Te is voltál zsidó. Hazaárulónak is tetszik lenni. És hogy egy csomó új információval gazdagodik az ember önmagáról. Ami még akkor is, hogyha én úgy gondolom, hogyha egy sokat látott és rutinos egyházfi, ez akkor se pereg le. És azt gondolom, hogy önmagában az egyéni energiákat ez nagyban csökkenti, hogyha valaki ahelyett, hogy, tehát amit püspökről mondjuk, hogy két ember befogadott, az egy dolog. Az egy fontos dolog, és az egy jó dolog. De az, hogy azt nyelni, amit én most elmondtam, az viszont nagyon-nagyon kontraproduktív, egyrészt az egyéni energiákat is elviszi, másrészt pedig egyik egyháznak sem lehet célja az, hogy a politikának akármilyen módon is a játékszere legyen. És emiatt ezeket a szupertitkos programokat minden viccről eltekintve szerintem, és nem az autógumi leeresztés miatt, hanem az egyházaknak az indítatása és a reménybeli sikeressége miatt fönn kell tartani. Mert ugyanis azt nem tudom, hogy amellett, hogy ezeket a jelzőket mondjuk püspök úr megkapta, hogy hány olyan levelet kapott, kommentet vagy személyes megkeresést, ami azt mondta volna, hogy eddig állatira utáltam minden muszlimot, de annak alapján, amit most ön mondott, világlátást váltotta. Ha volt is ilyen, akkor nyilván hát talán csekély számban. Remélem nem kockáztatok nagyot, hogyha ezt gondolom. Tehát, hogy egy egész társadalmat szerintem nincs az a bölcs szó, amivel egyik pillanatra a másikra egy olyan vágányra lehet tenni, ahol is szeretnénk őket látni. Ez eddig nem jött be. Voltak világmegváltó ötletek, és aztán a gyakorlatnál mindegyik egy kicsit elhult. Viszont, hogyha egy helyes gyakorlatot elkezdenek kis közösségek folytatni, és ezek a helyes gyakorlatot folytató kis közösségek egymással lazában kapcsolatban, vagy erősebb kapcsolatba kerülnek, az viszont hosszú távon, ami Magyarországon egy nem divatos szó, kifejtheti az áldó hatását. Jó gyakorlatok. Na, ezt szeretem. Én ebben hiszem abszolút, hogy,
hogy például kitaláltunk ilyen dolgokat, hogy mi az, amit mindenki tud csinálni. És hát ezek nem a legbonyolultabb dolgok a világon, hanem hát mi eszünk. Ezt mindenki tudja. Kicsi asztalközösségeket hozunk létre, és együtt főzünk, együtt eszünk. Na már most miért gondolom én ezt fantasztikusnak? Azért, mert nem etetjük a szegényeket. Nem az van, hogy sorba állnak a hidegben fél napot, majd kézben elfogyasztják az egy tál ételüket, amiért 6 órát állt sorba, és lefényképezem a hosszú soromat, és akkor én vagyok a nagyon jó. Ez nagyon... Nekem nem ezt mondatja a lelkiismeretem. Hanem próbálok ezekből a jézusi asztalközösségekből kiindulni, és azt mondani, hogy itt egyenlő kapcsolatokat hozzunk létre, valódi emberi kapcsolatokat azzal, hogy együtt főzünk, együtt eszünk. És amikor az Ani, aki egy hajléktalan asszony, fantasztikusat főz nekünk, és ott 10-20-an, tehát ezek kis vacsorák, de minden héten mi eszünk, akkor beszélgetünk, van igen magyarázat, közösen énekelünk és eszünk, és ezt mindenki tudja, tehát hogy akármennyi privilégiuma legyen, vagy akármennyire legyen szegény, vagy legyen neki baja, mentális probléma, vagy szenvedélybetegséggel, vagy legyen kisgyerekes, vagy legyen nagymama, vagy mindenki nagyon szeret együtt enni. És mi erre találtunk rá, ami szerintem egy ilyen nagyon inkluzív forma, gyakorlatilag eszközigénye nagyon nincsen, és hát mi ezt szeretjük, és ajánlom mindenkinek, hogy szakadja le az internetről, és hívjon meg 3-4-5 embert, nem mindig a legjobb barátait, hanem egy kicsit távolabbi körből is, és beszélgessünk, és akkor kiderül, hogy esetleg aki egy picit a Facebook posztjai alapján már a patás ördög, azzal is egyébként tudunk emberi hangot megütni, és együtt lenni, és beszélgetni. És ez az a közösség, ami szerintem így lendíthetne. Ez egy nagyon szép végszó lenne, és látom, hogy már fészkelődnék kicsit kényelmetlen, de nem tudom megállni, elnézést kérek. Tehát itt ülünk egy asztalnál a legnagyobb hazai közösségekkel. Ugye a történelmi egyházak képviselőivel, én nem is tudom, hány katolikus hím van, hány templomba járó. És azt látjuk, hogy nagyon egyszerű, nagyon-nagyon leegyszerűsített üzenetek, politikai üzenetek érkeznek el a lakossághoz. Ezek az üzenetek olyan hatásosak, hogy lebontják azokat a falakat, amikről azt hittük, hogy lebonthatatlan, jobboldali, baloldali, mindegy, fiatal, idős, minden, lebontja, eljönnek ezek az üzenetek. És nagyon nehezen hiszem el, hogy azok, akik a legnagyobb közösségeket képviselik, gyönyörűséges, irodalmi értéket is képviselő szentkönyveik vannak. 5 évig, 6 évig tanulják a szónoklat és a teológia tudományát, nem tudják felvenni ezzel a versenyt. Tehát, mert hogy azok, akik ott vannak és kiszúrják a kereket, azok lehet, hogy egyben a templomban járók is, akik egymás között migráncsoznak, ez az új szavunk, azok közben lehet, hogy az önök közösségéhez tartoznak. Szóval, hogy mit lehet tenni, eleve fel kellett tenni a kezet, vagy pedig azt kell gondolni, amit az ön Fabinyi püspök ura mondott, hogy nem lehet csak annak hiteles a kereszténység, aki kiáll, most itt azt mondom, hogy a menekültek mellett, ugye ő itt mondta, de nem a menekültek mellett, hanem mondjuk azt, hogy az értékek, a jóság, az igazság, a józanész, vagy bármi mellett. Szóval felteszik a kezüket? Nem. A jó példák. Szóval én is azt hiszem, hogy ide kell, hogy a mai beszélgetésünk eljusson, hogy nem nyugodhatunk bele abba, hogy ilyen ez a világ. Székely János püspök úrnak volt egy nagyon frappáns hasonlata, nem tudom, hogy ki hallotta éppen a cserdi történet kapcsán,
Azt mondja, a sötétségben nem kardozni kell, hanem gyertát kell gyújtani. És azt hiszem, hogy pontosan ebben a fázisban vagyunk, hogy most már ezt a sötétbe adakozó hadműveletet hagyjuk abba, és kezdjünk gyertyákat gyújtani. Tehát most csak hirtelen eszembe jut megint a aktuális hírekből, hogy hát azért van Magyarországon egy falu, a Cserdi, ahol van egy olyan vagány polgármester, aki kimer állni a világ elé, és gyertek el Cserdiből, nézzétek meg, itt mindenki dolgozik, mindenki templomba jár, és mindenki szívesen befogad akárkit. Hát én nagyon remélem, hogy lesz az én Cserdik, és hát amit mondtál, Főrabi úr, hogy összekapaszkodni a kis közösségekkel, ahol már történik valami szép példa. Én hiszek abba, hogy elindulunk. Először csak egy kis nógrádi falu lesz talán, amelyik az üresen álló parokiáját felajánlja. De aztán majd talán lesz egy Baranyai is, meg egy akármelyik. És aztán, hogy ennek a mai beszélgetésünknek is ez a nagy eredője, vagy gyümölcse, hogy egy kicsit együtt gondolkozhattunk erről a nagyon nagy problémáról, ami meg fogja határozni az elkövetkező évtizedeket. Tehát azért mondom, hogy most már nincs beszélgetni való időnk, hogy tényleg gondolkozzunk el azon, hogy hogyan tudjuk majd elfogadni őket. És hát ugye, ha már Cserdit emlegettem, azért még van mulasztásunk bőven a mi cigányságunk felé is. Őket is olyan szépen el akarjuk felejteni, de hát ez egy nagyon jó gyakorló terep lehetne, hogyha bátran oda mennénk a cigányaink közé, és tényleg próbálnánk őket belülről segíteni, akkor talán megtanuljuk majd a módját annak, hogy az elkövetkező évtizedekben majd a hozzánk érkező menekültekkel is tudunk emberségesen bánni. Én Józsefvárosban élek, ott nevelek két kisgyereket, és mi éljük a mindennapjainkban azt, hogy hogyan lehet a házunk egyszerre nyitott és biztonságos. A mi gyülekezetünk egy kis közösség, és mindenféle nézetű ember tartozik hozzánk, tehát liberális és konzervatív, jobboldali és baloldali, és ezeknek a különféle keverékei. És amikor elkezdődött ez az egész egyre hangosodó és erősödő minek lehet ezt mondani? Média? Hisztéria. Köszönöm. Nehezen nevezem meg. És az elején ugye még nem mentünk ennyire messzire, de mi kezdettől fogva ezt nagyon-nagyon hangsúlyoztuk az igehirdetésben és a Biblia óráinkon, hogy na akkor most van az a pillanat, amikor meghalljuk Jézustól azt, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Na, most van az alkalom arra, hogy meghalljuk azt, hogy nem a gyűlöletre van nekünk mandátumunk. És ha valaki történelmi helyzetben így eljátszott a gondolata, hogy abban a szituációban mit csinált volna, na most van az a helyzet. Na, mit csinálsz most? És ez nagyon szépen megy, és most úgy azért éljük ezt, hogy nem félünk. És egyébként nagyon jó így élni, ezt azért megmondom őszintén, mert felszabadító érzés, és mi ott azért olyan környéken élünk, ahol a barátaim nem mernek meglátogatni, mert ha majd sötétbe kell hazamenni, akkor mi lesz, és akkor majd a buszon, majd...
És hát ez jó érzés, hogy hívhatom őket, és mondom, hogy figyelj, vezetek egy felsőoktatási kollégiumot, itt élünk, ez a kollégium itt 25 éve van, és senkivel 25 év alatt nem történt ezen a környéken semmi. Na akkor most meg kell vizsgálni, hogy minek milyen a híre, mitől lesz hírhet, és milyen a félelem érzetünk, vagy a biztonság érzetünk, és az mitől függ valójában. És nekünk ezzel nagyon-nagyon jó tapasztalatunk van a belső megélés szintjén, úgyhogy ezt, ha ti is velünk együtt gyakoroljátok a magatok kis közösségeiben, akkor ennél is fényesebb lesz a világ. Én nagyon szeretem az egyszerű üzeneteket, hát mégis az egyszerű üzeneteknek a korát éljük, és az ember próbál kortárs tenni. Szoktam is mondani a közösségembe, zsibasztom őket nagyon sokszor, hogy felejtsétek el ezt a jobb félni, mint megijedni mondást. Mert ugye ez egyszerűen ez nem óvatosságra int, hanem a félelem melletti elkötelezettségre. És arról Püspök úr is beszélt, hogy, ennek, hogy a félelem az elég komoly probléma, és erről őcsény rávilágít, hogy milyen, amikor önjáró lesz. Amikor már ezt senki nem tudja kontrollálni, ilyen. Csak az a baj, hogy ma ezeket az egyszerű üzenetek világában akkor lehet igazán egy egyszerű üzenettel célt érni, hogyha tömegek előtt, hogyha az ember tud nagyobb hülyeséget mondani, mint a már elhangzott egyszerű üzenet. És a másik mód, amit én követendőnek tartok, az szintén a Tórában fogalmazódik meg, azt mondja a túrai tanítással kapcsolatban a szöveg, hogy hulljon, mint az eső, és csepegjen, mint a harmat. Én azt gondolom, hogy ez különböző korszakokat jelöl. És ma egy olyan korszakot élünk, amikor ennek csepegnie kell, mint a harmat. És alámosni rosszul működő struktúrákat, és hát ezt természetesen akkor és csak úgy lehet megtenni, hogy az ember felméri azt, hogy ez nem holnapra, meg nem holnap utánra fog összejönni, hogy ezek a fejekben lévő rossz struktúrák, ezek megváltozzanak. Ma nincs az a mondat, amivel világosságot lehetne gyújtani, de égjenek a gyertyák, csepegjen a túrai tanítás, legyenek kis közösségek, és akkor ez egyre több embert, mondjuk úgy, hogy a normális élet szeretete felé vihet el. Gondolatot szerettem volna mondani, hogyha visszapörgetjük a történelmi eseményeket, és hát visszatekintünk a történelemre, mondjuk a két világháború korszakára gondolok elsősorban, amire ma büszkék vagyunk, abból kellene erőt meríteni. Bonhoefferről beszélgettünk itt az előbb, és ma őrá büszkék joggal a német evangélikusok. Én az egyik másik püspökömre vagyok nagyon büszke, a Hanar Istvánra. A második világháború kitörésekor a idős Antal Józseffel együtt a lengyel menekülteket befogadták. Csak Vácon 200 zsidó gyereket újtattak. Azt hiszem, hogy ezek olyan emlékek, amik bátorítást adnak nekünk a mában is. És nagyon örülök, hogy itt lehettem.